Több egymás melletti helyszínen tartották a szeptemberi edzéskeresőt. 26 edzést láthattak az érdeklődők. A gyermekeket a szüleik kísérték el a programra. Érdekelnek az ilyen sportok, és nagyon szeretem a sportot, és sok fajtára is járok. A Georgikon Déjese Kézilabda Egyesület a mozgásházában tartott bemutatót a családoknak. Jó a kézilabda utánpótlás helyzete, de további jelentkezőket is várnak. Minimális edzés feladatokat hoztunk, tehát a 20-25 percben, ami belefér, azt próbáljuk itt bemutatni kis labdavezetéssel, betekintés nyerve a kézilabdába. Teljes látómezőzás a társadalom. Megfelelő az utánpótlás a Keszthelyi Befog Erdész Lövész Klubnál is. Sokan felkeresik őket, a szülők és a gyermekek is kedvelik az egyesületet. Most ide az edzéskeresőre ugye kitelepültünk fegyverekkel, kitelepültünk különböző érdekességekkel, felszerelésekkel, amiket meg tudnak csodálni a látogatók, és ez is egy jó reklám. 2012-ben tartották az első szeptemberi edzéskeresőt, ami akkor a Keszthelyi Kilométerek Egyesület programja volt. Utána még a következő két évben megszervezték az eseményt. Több esztendő kihagyás után a cserkész csapat vállalta a feladatot. Nagyon örülök, hogy itt lehetek igazából, mert a keszthelyi cserkészek a 379-es számú feltámadás cserkész csapat volt az, aki szerette volna ezt a programot újból felkarolni. És ők tulajdonképpen ennek a programnak a főszervezői. Én meg tulajdonképpen segítek az egésznek a lebonyolításában. A cserkészek már a korábbi edzéskeresőn is kivették a részüket a szervezésből, a munkából. A rengeteg érdeklődő is bizonyította, hogy érdemes volt megtartani a rendezvényt. 26 darab kiállító és egyesület van összesen itt a rendezvényen. Sajnos az időjárás nem olyan kegyes volt hozzánk, ezért eső helyszíneken kellett megvalósítanunk az eseményt. A sportágak széles repertoáriát ismerhették meg a látogatók az edzéskeresőn. Sok esetben a kulisszák mögé is betekintést engedtek az egyesületek.